Egy régi legenda szerint a Kárpát-medencében nem csak török tatártót, román vér kavarok, hanem kisebb mennyiségben dél-amerikai inka ősök is. A történettel Asztalos Lajos kolozsvári történész ismertet meg bennünket. 18. század elején egy felvidéki magyar nemes berzevici sebestjén, mondjuk úgy kivándorolt Dél-Amerikába és a perui alkirályságba telepedett le. Annyit tudunk róla, hogy elvett egy indián nőt feleségül, született egy lányuk, aki férhez ment, mint később kiderült, Tupac Amarúnak egy unokaöccséhez. Mikor kitört a Tupac Amarú féle felkelés, szabadságharc vagy forradalom, nevezzük bárminek, akkor valószínű, hogy ez az unokaöcs is részt vett, mert a szabadságharc leverése után menekülniük kellett. Berzevici Sebestyénnek a vejét titokzatos körülmények között megölték. Megijedt az öreg úr, és akkor elhatározta, hogy hazajönnek Magyarországra, és mivel hogy a Dunajeci vár, az valamikor a Berzevici családé volt, hogy ott fognak letelepedni. Közben a vár a palocsai horvát család birtokába került. Egyik változat szerint megvásárolták a várat, és ott telepedtek le. Végül is a spanyolok keze ott is utolérte őket, és ugyancsak titokzatos körülmények között Berzevicinek a lánya is meghalt. Ekkor megijedt, és egy morvaországi rokonának a figyelmét ajánlotta az unokáját, akivel a krakói Szent Ágoston kastromban egy szerződést is kötöttek. Az öreg úr ott maradt a kastromban, ahol aztán nem sokára meg is halt. Ezután homály borult úgymond a dél-amerikai inka eredetre, lévén, hogy volt egy olyan elképzelés a családban, hogy az, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, az előbb-utóbb rejtélyes körülmények között meghal. Végül az 1900-as évek közepén, illetve a II. Világháború után egy Andrzej Benes nevű gdanszki hajómérnök, aki egyenesági leszármazottja volt a berzevici unokájának, elhatározta, hogy földeríti a rejtét, a titkot. 1945-ben hatósági kísérettel felkereste a Nedeci várat, és ott a felső várban a kő lépcsők alatt, az egyik lépcsőfok alatt egy olomtokban megtaláltak egy csomóírást, egy perui inka csomóírást, ami érdekes módon nem színes vonalakból volt, hanem bőrből. Állítólag ez a kipu az, ami ha megfejtenék, akkor meg lehetne tudni, hogy hol rejtették el pontosan a Titikakatóban, majd a Vigói öbölbe az általuk hozott kincsnek egy-egy részét. Hát az érdekes az, hogy 1975-ben megismerkedtem egy perui diákkal, aki itt tanult Kolozsváron, akkor ezt a történetet elmondtam neki, akkor nagyon föllelkesedett, és el is ment a Nedeci várba, találkozott Andrzej Benessel is, aki akkor a Lengyel Demokrata Pártnak az elnöke és a Lengyel Szejnek az alelnöke volt. Érdekes módon 1976. januárjában egy gépkocsi baleset következtében meghalt. Hát mondjuk ennyi lenne a maga a történet, ami a berzevici családdal és leszármazottával foglalkozik. Forgatócsoportunk 2004-ben utána járt ennek a legendának. Elmentünk Nedecbe, Krakkóba és más fontos helyszínekre. Itt állunk a Nedeci vár előtt. Szemben a túlparton van egy másik vár. Azért állnak ezek itt egymással szemben, mert ez volt a magyar végvár, szemközt pedig a lengyel végvár. Ezt a várat a berzevíciek építették valóban a 11. században, de aztán később a 15. századtól már sohasem volt a berzevíciek. Egy palocsai horvát nevű család szerezte meg, amik aztán oldalágon házasodtak, átkerült a Salamon család birtokába, és a Salamonok lakták ezt a várat egészen 1943-ig. Napjainkban az inka kincs keresése a Nedeci vár egyik fontos turisztikai attrakciója. Az öreg František bácsi, aki a Salamon család hű szolgálója volt 1943-ig, ma minden turistának készséggel elmeséli, hogy miként találták meg 1946-ban az inka kiput,
a vár egyik lépcsője alatt. A történetből a Discovery Channel készített egy kosztümös dokumentumfilmet. Az állítólagos kipu a magyar inkák egyetlen tárgyi bizonyítéka. Sajnos megtalálása után Andrzej Benes magához vette, és soha többé senki nem látta az állítólagos kiput. Forgatócsoportunk kinyomozta, hogy ebből a magyar inka legendából egy szó sem igaz. A tárgyi bizonyítékokat Andrzej Benes hamisította azért, hogy korábbi fiatalkori sajtónyilatkozatait tárgyi bizonyítékokkal is alátámassza. Mind a perui, mind a lengyel sajtó ezekre a hamis forrásokra támaszkodik. Ezzel szemben az igazság úgy tűnik, hogy kétségbe vonható ez a történet abban a szempontból is, hogy az a kipu, amit kiástak 46-ban, amikor nyilván a vár gazdátlanul volt, és akárki elrejtette volna, illetve nem az, akinek érdeke volt, hogy a családjának egy ilyen hátteret kerítsen. Hát bőrből volt, és azon voltak a csomók. Na most az igazsághoz tartozik az, hogy a kipuk, az eredeti kipuk azok nem bőrből készültek. Európa és egyáltalán az egykori inka birodalomban nem találtak soha ilyen bőrből készült kipuk, hanem a színes fonalakból állt, különböző, és mindegyik színnek megvolt a maga jelentése, a szálaknak a hossza, és a rajtuk kötött göcsöknek a sűrűsége, ritkassága, nagysága is mind bizonyos jeleket hoznak. Tehát ebből úgy tűnik, hogy ez a történet egy Úgy döntöttünk, hogy ezt a hamis legendát meglovagolva egy áldokumentumot fogunk készíteni. Abba kapaszkodva, hogy nem csak egy, hanem egy egész hajórakományra való inka költözött ekkoriban Magyarországra. Mi történhetett a többi inka nemessel? Sajnos arról, hogy egyáltalán hányan voltak és kik voltak ezek az inkák, akik velük együtt jöttek, arról nem lehet tudni az égvilágban sem. Áldokumentumfilmünk nem a legenda megcáfolására törekszik, hanem éppen ellenkezőleg a továbbgondolására. Miután meggyőzzük a nézőt a legenda valóságáról, olyan hazai, szlovákiai, lengyelországi, erdélyi közszereplőket mutatunk be, akik elmesélik, hogy családjukban mindig is fent maradt az inka eredet hagyománya. Bizonyságként idős emberek kecsua mondókákat, spanyol meséke, gyermekverseket mondanak. Szeretnénk megnyerni Kondor Katalint, hogy nyilatkozzon a Kondor név andokbeli eredetéről, és ezen kívül gyakori az Andok családnév is Magyarországon. A Kondor névvel eljátszó bemutatjuk, hogy ennek alakváltozatai a Kender vagy Kenderes is inka eredetre utalnak. A kenderesi Horthy család, amely inka származású, napjainkig hordja az inka jelleget kreol bőrén, horga sorrán, tüskés fekete haján. Az állítólagos inka szenior tanács tagjai egy 1864-ben hozott titkos dekrétumban fejtették ki, hogy az Andok felszabadítása csak jelentős világhatalom elérésével valósítható meg. Legalábbis világhatalmi tényezőkké akartak válni. Inka ügynököket építettek be minden kortárs forradalomba, az anarchistáktól a garibaldistákig. Az első világháború végre soha nem látott lehetőséget teremtett az európai inkák számára. Míg Magyarországon Horthy Miklós juttatják puccsal hatalomra, Olaszországban a család egyik garibaldista leszármazottja, az egykori Muszák család sarját, Mussolini sikerül a diktátori székbe ültetni. Mussolini merészsége, ahogy néhány ezer banditával magával ragadta az ország vezetését, az egész világ közvéleményét meglepte. Oroszországban a már 1905-ben beépített Csukás Vilmos, a kecsua Csukás család leszármazottja, grúz identitással Dzsugásvili néven hamarosan a hatalom közelébe került. Dzsugásvili konspirációs nevén Sztálin először Trockit, majd magát Lenint állította félre, és 1924-ben Oroszország teljhatalmúra lett. Az inkák ekkor már magukénak tudhatták Olaszországot, Magyarországot és Oroszországot. És láthatatlanul támogatták egymást a nagypolitika minden aktusában, Lokárnónál, Etiópiában vagy a finnválság idején. A világuralom megszerzéséhez a hármak titkon a bolond osztrák festőt, Hitlert akarták faltörökösnek használni. A bolond festőt, ahogy ők hívták, végső soron az inka kincsek juttatták el a német választásokig és a hatalomig 1933-ban. A hármak azonban elszámolták magukat, Hitler Németországban nem Amerikát és a művelt világot, hanem éppen őket, magukat temette maga alá.